Nincs családi címerem, de most, hogy elnézem ezt a marhapörköltöt, szerintem rajzoltatok egyet. Ez lesz rajta. Szabad ég alatt témánk, ez pedig a második lecke. Vaskos vaslábas, tökéletes a parazsam, avagy fél tűzszerűségem, hadd melegedjem. Jöhet a hollywoodi mosolyszínű sertészsír, ez pedig hadd olvadozzon. Nem kell nagyon finomra ágni a hagymát, nem fogok vele teketóriázni, csak félbe. Így háromba, majd így is háromba, azaz kilencbe. Normál esetben azt szeretem, hogyha a hagyma és a hús aránya 1:3, azaz a húshoz képest 1/3 rész a hagyma, jöhet is a forró zsírhoz. Egészen aranybarnára szándékozom tirítani a hagymát, addig jöhet a hús. Marha pörkölthöz, csak úgy, mint a gulyáshoz, a lábszárt, lapockát és a nyakat szeretjük, meg fogom grillezni a lábos mellett. Nem szentségtörés, egy kevés olaj, tényleg csak egy csúranásnyi. Átfényezzük vele a húst, így biztos nem fog leragadni a forró rostéra, és már mehet is föl a grillre. Szép türelmesen, nem kapkodva, perceken keresztül pirítjuk az egyik oldalt, majd pirítjuk a másik oldalt, amíg aranybarna nem lesz. El is készült az utolsó húsom. Illatos, füstös, grilles. El is kezdem szépen összekockázni az előgrillezett húst. Tetszőleges méretűre, se nem túl apróra, se nem túl nagyra. Lehet látni a lábszárnál ezeket a zselatinos ínrészeket. Eszem ágában nem volt megtisztítani, nem is lehetséges. Teljes mértékben beszövi a húst, így ahogy van mehet a pörköltbe. Tökéletes lesz a szaftja. Időközben el is készült a hagyma, ami már mondhatni, hogy inkább sült hagyma, aranybarna, ezért is vágtam jó nagyra, hogy inkább süljön, mint sem párolódjon. Na de most pörkölt alapot fogunk belőle készíteni, jöhet egy kevés kockázott hegyeserős, kockázott paradicsom, ez is jöhet hozzá. Chef tip van a pörkölt alapról is, illetve magáról a hámozott paradicsomról is. Pont ugyanúgy jártam el a fokhagyma. Zúzom, aprítom, és mehet is hozzá az alapba. Föl is szállt a fokhagyma illata, picit mélyítjük a szaftot, sötétítünk rajta. Egy kanál paradicsompürét belepirítok. Nyílhet a víz, nem sok, 4-5 kortnyi, és innentől kezdve a klasszikus játékot fogom játszani. Pirítom, párolom, pirítom, párolom. Nem kevesebb ideig, mint másfél-kettő óra. Úgy lesz jó a szaftunk, hogyha kellő időt szentelünk magának a pörkölt alapnak is. El is röppent ez a két óra, kellően sűrű, jöhet hozzá a grillezett kockázott lábszár. Duplán is értelmet nyer a pörkölt kifejezés, hiszen duplán pörköltünk. Hosszosan a hagymát, és röviden a húst. Jöhetnek is a fűszerek, finomabb a kömény, hogyha egész köményt használunk, amit szárazon serpenyőbe pattogástól számít a pár másodpercig pirítok, majd utána mozsárba, se nem túl durvára, se nem túl finomra, összetörök. Jöhet is hozzá a pörkölthöz, kezd szépen fehéredni a hús, ahogy mondani szoktuk, jöhet a só. A só még további nedvességet fog kivonni a húsból, megvárom, még az első levét elengedi, csak ezután kezdem szép apránként felöntögetni, és pirítani, párolni, pirítani, párolni. Erről beszéltem, ez az első lé. Valaki elképzelni se tudja vörösbor nélkül a pörköltöt, valaki egyenesen szentségtörésnek tartja, rajtunk múlik, én most 2-3 decit hozzácsalok. A vörösbor mellé még egy korty vizet hozzáöntök, éppen, hogy ne lepje el a hús. Innentől kezdve legkevesebb 2,5 óráig azt a játékot játszom, öntögetem, picit visszapirítom, öntögetem, visszapirítom, de ahogy elnézem ezt a lábszárt, lehet, hogy az lesz 3 óra is. Most már inkább 3 óra telt el, mint 2,5. Igényelte ez a marha ezt az időt. Szerintem sokaknak föltűnt, hogy a fűszerpaprika ez idáig még nem került a pörköltbe. Ennek egyetlen egy oka van. Élelmiszermérnök barátomtól azt tanultam, hogy a fűszerpaprika akkor tökéletes, hogyha körülbelül 30-40 percet fő. Úgyhogy most fogom hozzárakni. Hogy mennyit, az ízlés kérdése? Én kilónként egy púpos evőkanállal nyugodtan hozzászámolok. Egy picit megszívta magát szafttal, illetve zsiradékkal. Most már elkeverem, és
Fél óra múlva tálalok is. Számomra jó kis marha pörkölt, elképzelhetetlen főtt krumpli, vagy sokkal inkább galuska nélkül. Én galuskával szeretem, pontosan ugyanúgy készítettem el, ahogy azt egy chef tippben láthattátok, és most már csak a pörkölt helyén vajon átmelegítem. Serceg a galuska, el is készült, tűz forró. Még egy mondat a pörköltről, egy nagyon kedves szakácsbarátom azt vallja, akkor jó a marha pörkölt, hogyha a villa megtartja a szaftot. Na nézzük meg, hogy a villa megtartja a szaftot. Hát megtartja. Úgyhogy tökéletes. Véget is ért ezzel indul online főzőiskola rész. Remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel! Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is, válogass a képernyő lévő közül!